Kányádi Sándor, Arany János kalapja. Valami nagy megilletődöttség szokott erőt venni rajtam. Valahányszor ott járok a szalontai Arany János Múzeumban. Már maga a csonkatorony iránt való tiszteletem akkora, hogy jó fél napi izgalomnak elég nekem. S ilyen tiszteletlenségre hogy adhattam mégis fejem, ma sem tudom. Megírom, de az az öreg múzeumőr azért meg ne haragudjon. Böngészgettem a megsárgult emlékek közt áhítattal. De sokszor pirított rám már eddig is az a néhány üveggel borított asztal. De most, talán mert csak magam voltam, minden elfogódottságtól egészen megszabadultam. Úgy járkáltam, mint valami engedtessége szó, rokon. S derültem a bécsésen fogalmazott, finom báli meghívókon. Vajon ment el a bálba? S ha elment, hát akadt neki táncoltasson. Ékövekkel cicomázva mente véle a jó tekintetes asszony. S hogy érezhette ott magát a sok fényes udvaronc közt, ő? Aki még valamikor cédulát írt, Csegi Mihály hátulsó jobb lábra keselj, fekete mincsikajáról. Ott az írás a többi közt. Megfakult már, 47-ből datálódik. Olyan gonddal, szép magyarul írta azt is, mint a Toldit. Erről az jutott eszembe. Bemegtisztulna a líra. Egyik másik kollégám, ha versek helyett marha cédulákat írna. Tudom, nem volt illedelmes a gondolat. S helyhez méltó. De amint már említettem, leholt rólam akkor minden illembékjó. Szinte ugráltam a lépcsőn, önmagammal kötekedve. Nőttön nőtt a kedvem, s véle bátorságom emeletről emeletre. S hogy felértem legfelülre, hol a bútorai élnek, alig tudtam ellenállni egy kísértő párnás széknek. S ott a fogas, s a fogason a kalapja, moly rágta is porporosú karimáján. Ekkor bíztatni kezdett az ördög. Mi lenne, ha felpróbálnám? Föl kéne próbálni, föl! Tárgyakhoz nyúlni. De hát ha? Én Istenem, de jó lenne, ha ez a kalap találna. Fölpróbáltam. Nyakamig ért. Nagy volt. Szörnyen nagy és örök. Néztem. Néztem. Stám még el is mosolyodtam. No de se baj. Belenövök.